1999-ben ismertem meg a Gyurit, meg a Julit is, meg az Ánkult is. Úgyhogy mondjuk ebből a szempontból a kérdés, hogy ki valójában a Galántai Gyuri, szerintem nagyon nehéz megválaszolni, mert mindenki más korszakából ismeri. Úgyhogy nekem szétválasztani a Gyurit az Árpultól, illetve a Julitól nagyon nehéz lenne. 99-ben én művészettörténész hallgató voltam, és másodéves azt hiszem, amikor láttam egy felhívást a falon, hogy az Árpult munkatársakat keres. És akkoriban én, mint általában nagyon sokan másodévben, éppen azt próbáltam meg kitalálni, hogy ki vagyok, meg mit akarok csinálni, hogyan akarom csinálni az életemben, és nem túl jó élményeim voltak, mert én mindig is művészekkel akartam beszélgetni, meg művészekről akartam tanulni, de a művészettörténészen keresztül nekem ez mindig egy kicsit könyveken keresztül jutott. Úgyhogy amikor az Árpultba kerültem, akkor az első alkalom, hogy végre művészekkel beszélhettem. Ez volt az első nagy dolog az életemben. A másik nagy dolog az életemben, hogy a művészettörténet tanszéken mindenki mindig azt kérdezte, hogy mit tudok, mit írtak mások művészekről, mit tudok, hogy mit tanultam. És arra emlékszem, hogy a Gyuri ezzel szemben mindig azt kérdezte, hogy te mit gondolsz? És ez nagyon nehéz volt megválaszolni, és hogy ne nagyon égjek. Ugye folyamatosan gondolkodásra késztetett. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon inspiráló volt a Gyurival beszélgetnem, mert mindig teljesen egy szinten kérdezte meg, hogy én mit gondolok valamiről, amit nem biztos, hogy tudtam, de valahogyan gondolkoznom kellett róla. A másik érdekes dolog, hogy nekem körülbelül 4-5 éven keresztül a speciális kapcsolatom a Gyurival az volt, hogy mindig korán érkeztem, viszonylag korán én nyitottam Árpult, illetve a Gyuri nyitotta, és én érkeztem másodikként, és akkoriban egy kis szobában volt, mindig dohányzott, most már nem. Igen. És amikor én megérkeztem, akkor mindig a konyhában kezdtem a napot, és csináltam egy kávét, és amikor ő megérezte a kávéra, tehát mindig kijött. És addigra már valószínűleg ő keresztül jutott egy teljes napi gondolkodáson, nekem még nagyon korán volt, de minden reggel rögtön azzal kezdtük, hogy miről gondolkozjunk, vagy mi érdekes a világban, abban a pillanatban. Úgyhogy nekem körülbelül reggel 8 és este 6 között semmi más nem volt az agyamban, mint a művészet, ami nagyon fontos volt. Úgyhogy ez iszonyúan meghatározta a gondolkodásomat. De nem biztos, hogy mindig kellemes volt. Az első élményem körülbelül egy év után az volt, amikor végre azt gondolom, hogy a Gyuri is, meg a Juli is eléggé bízott bennem, hogy megkérjenek arra, hogy most már akkor írjak valamit az Árpultról. És emlékszem, hogy a Gyuri nem nagyon szerette, amit csak az újságírók kérdeztek, mert mindig ugyanazok a kérdések voltak, és nem különösebben érdekesek. És megkérték, hogy írjak valamit az Árpultról, úgyhogy én írtam valamit az Árpultról, és egyik reggel odaadtam a Gyurinak, és másnap reggel, amikor bementem, akkor hát megkérdeztem, hogy mit gondol róla. És azt hiszem, hogy csak annyit mondott, hogy tegyem el a fiókomba. Ami akkor nem volt egy különösebben jó érzés. De azt gondolom, hogy azért mondtam, mert nagyon is elolvastam, amit írtam, és abban az időben valószínűleg tényleg nem értettem nagyon sok dolgot. Úgyhogy ez tovább inspirált arra, hogy megpróbáljam értelmezni magam körül a világot, és ezáltal azt hiszem, hogy kutassak. Azt hiszem, hogy akkor értettem meg, hogy mit jelent kutatni. Kutatni nem azt tudod, amiről tudsz, hanem amiről nem tudsz, és emiatt mindig nehéz, és emiatt mindig nehéz kitalálni, hogy mi is az, amiről beszélni akarsz. Úgyhogy ez voltak az első élményeim. Aztán kb. 2 évvel később már többet értettem,
és akkor kezdtem el végül is utazni az Árpullal, vagy akkor kezdtem el konferenciákra járni, fesztiválokra járni, megismerni más embereket, addigra már valószínűleg jobban bíztak bennem. Ennyi a megismerés története. Most beszéljek arról, hogy mit gondolok róla, vagy ki volt. Én arra gondoltam egyébként, hogy, hogy azt nagyon nehéz megválaszolni, hogy kicsoda valójában a Gyuri, de lehet, hogy azt kellene inkább nézni, hogy ki az Árpull és a Gyuri az én életemben. Nagyon meghatározó volt egy körülbelül 5 év. És érdekes módon, innen visszagondolva már látom, hogy mi volt, de akkoriban nem valószínűleg, hogy ezt meg tudtam volna magyarázni. De éppen egy hónapja olvastam egy írást a Peter Haining-től. Egy angol szót használ, ami így szól, touchstone. És lefordítva, különböző képen lehet fordítani, most elment a képen, ugye? És visszajött. Nem, igen. Touchstone különféle képen értelmezhető, én értelmezésemben olyan embereket jelent mindenkinek az életében, aki, aki ilyen útjelzőként szolgál, amihez visszanyúlhatsz inspirációként. Tehát ha még akkor is, hogyha nem értesz egyet valakivel, ezek az emberek azok, akiken keresztül megpróbálod felépíteni a saját világodat. És nekem azt hiszem, hogy az Árpull meg a Gyuri ilyesféle útjelzőként szolgálnak. És ami miatt útjelzőként szolgálnak, az egyrészt, mert rajtuk keresztül tanultam meg nagyon sok dolgot, amit ma is használok, mint például hogyan kérdezzek, vagy hogyan gondolkodjak összefüggésekben, hogyan kutassak, vagy hogyan beszéljek a művészetről. Tehát nem kifejezetten arra emlékszem, amit a Gyuri mondott, hanem ahogyan gondolkozik, vagy ahogyan hozzányúl bizonyos dolgokhoz. És ez a fajta network gondolkodás, ami meghatározó. Úgyhogy ebből a szempontból ez az útjelzés nagyon fontos. A másik éppen amiatt, mert hogy én kikerültem külföldre, és érdekes ebből a szempontból, hogy Gyuri nem beszél nyelveket, mégis amikor beszélek más emberekkel, az Árpull és a Gyuri neve számomra útlevél. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik azóta az én számomra fontossá váltak, vagy meghatározó személyek lettek az életemben, azon keresztül találkoztam, hogy az Árpull vagy a Gyuri nevét említettem. És ebből a szempontból valószínűleg működik, és összekapcsolható azon felül, hogy beszélnének egymáshoz, tehát teljesen más módon kapcsolódnak egymáshoz. És mondjuk én, mióta kint vagyok Angliában, ugyanezt a fajta networköt vagy hálózatot használom arra, hogy felépítsem a saját networkömet. Úgyhogy ez az, amit én az útjelzés alatt értek, és valószínűleg ez az, ami meghatározza a teljes karrieremet. Úgyhogy ezt köszönöm. Ennyi.